Egymásnak esett az EBSZ volt média szabadság képviselője és a kormányzati kommunikációs államtitkár. Haraszti Miklós és Kovács Zoltán az új médiatörvényről vitatkozott. Haraszti szerint centralizált és hatalomteremtő az új média szabályozás, míg Kovács Zoltán politikai csúsztatásoknak tekinti a bírálatokat. A mai vita is alapvetően nem egy szakmai vita lesz, hanem egy politikai vita. Kovács Zoltán szerint fölösleges tettetni a szakmai vitát, és nem fogadja el, hogy ilyen álca mögött szedik ízekre az új média törvényt. Olyan emberekkel megfűszerezve itthonról és külföldön is, akik korábban hosszú ideig politikai tisztséget viseltek, és ebből kilépve ma szakértőként bírálják a magyar médiatörvényt. Hadd kérjem ki az Európai Bizottság egyébként konzervatív többségének. Haraszti Miklós az Európa Tanács, az Európai Parlament és az EBSZ nevében is kikérte az államtitkár mondatait, a hazai médiarendszer pedig centralizáltnak és hatalomteremtőnek nevezte. Európában egyedül, és jelzem a kommunizmus óta először, eltörölték a médiaigazgatásnak a kormánytól való függetlenségét. Amit én például tapasztalok, hogy Haraszti Miklós is Kim Lame Chappell-lal együtt rócsózza az Egyesült Államokat, és ezeket a csúsztatástól hemzsegő állításait, amelyben tényszerűen vannak hamisságok, illetve alapvető politikai értelemben motivált beállítódásról van szó, azokat az egyedüli elfogadható igazságként és szakértő álláspontként fogadtatja el. Egy újfajta posztszovjetnek nevezhető, mert ott már leírt, duális rendszer jött létre. Haraszti szerint vagy a vad szórakoztatás, vagy kormánypropaganda van a hazai sajtóban. A legaljasabb része annak az érrendszernek, amit használnak, az pontosan ez a kelet-európaizás. Ön úgy tesz, mintha Magyarországon bármikor is létezett volna a nyugat-európaihoz fogható médiaszabályozás, médiapluralizmus, olyan viszonyok, amelyek Nyugat-Európában generációk, hosszú évszázadok alakultak ki. Arra tetszettek nagy garral vállalkozni, hogy jó lesz. Meggyőződésünk is, hogy ez a médiatörvény jobb, mint az előző volt. Az új médiatörvényt mintegy másfél éve fogadta el a parlament, azóta többször kritizálták itthon és külföldön is. Az Európai Bizottság nyomására a parlament tavaly márciusban 4 ponton módosította a médiaalkotmányt és a médiatörvényt. Az Alkotmánybíróság pedig decemberben alkotmányellenesnek minősítette több paragrafusát. A tartalomszabályozással, az újságírók információ forrásainak védelmével, az adatszolgáltatási kötelezettséggel, valamint a média és hírközlési biztos intézményével összefüggő rendelkezéseket. A kormány kérte az Alkotmánybíróságot, hogy megsemmisítő határozatát részletesen értelmezze, és amint azt megkapja a kabinet, újra módosítják a médiatörvényt, várhatóan május végéig.